Köszöntöm a tévénézőket, különösen köszöntöm elnézést az elfogultságért Kartal lakosait, akik a tévén keresztül nyomon követik a képviselőtestület munkáját. Köszöntöm dr. Böhm Andrást, az Aszódi járási hivatal vezetőjét, képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, pénzügyi csoport vezetőjét, illetve a jelenlevő vendégeket. Megállapítom, hogy hétfővel az ülés határozatképes, a testületet megnyitom. A mai testület ülésen 4 napirendi pontot fogunk tárgyalni. A meghívónak megfelelően ezeket a 4 napirendi pontot felolvasom. Az első napirendi pont Németné dr. Keresztes Katalin polgármester lemondásáról tájékoztató. Második napirendi pont tájékoztatás az időközi választás szabályairól. Harmadik napirendi pont Kartali Közös Önkormányzati Hivatalban klímafelszerelésére érkezett árajánlatok megtárgyalása, illetve a negyedik napirendi pont tájékoztatás a két ülés között történt intézkedésekről. Kérdezem a képviselőket, hogy ha a napirendi pontokkal egyetértenek, van-e hozzászólás? Jó, hogyha nincs hozzászólás, akkor kérem kézfelemeléssel szavazzanak, akik elfogadják. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy hét igennel napirendi pontok elfogadásra kerültek. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérném dr. Gyöngy Mónikát, illetve Kalcsó Tibort, hogyha egyetértetek vele, egyetért a képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem szavazzunk. Jó, 6 igennel, illetve tartózkodás. Én csak azt gondoltam, hogy jó, oké, egy tartózkodással akkor a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadtuk. Első napi rendi pont Németné dr. Keresztes Katalin polgármester lemondásáról tájékoztató. Május 31-én egy levél érkezett az önkormányzathoz, nekem címezve, amiben a polgármester asszony tájékoztatott arról, hogy lemond a tisztségéről, megindokolta, hogy miért. Pár napra ezt követően a képviselőtestületet, rendkívüli testületet hívtunk össze, és a rendkívüli testületi ülésen ezt a levelet felolvastam, a képviselőtestület tudomásul vette, és a lemondást elfogadta. A hivatal dolgozóit ugyanúgy összehívtam, kértem, hogy segítsék a munkánkat, hiszen polgármester asszony nélkül kell, polgármester nélkül kell a továbbiakban a választásig működni a Kartalnak. Én most ebből egy részletet fogok csak felolvasni. Tisztelt címzet! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189. törvény 69. paragrafus első bekezdés F pontjába biztosított jogköröm alapján nyilatkozom, hogy Kartal nagyközségbe fennálló polgármesteri tisztségemről 2016. június 15. napjával lemondok. A törvény alapján kérem, hogy lemondásomat a képviselőtestület következő ülésén ismertetni szíveskedjék, és azt a testület vegye tudomásul. Ez az ismertetés, ez megtörtént, tájékoztatás a rendkívül ülésen, a levelet a képviselőtestület megismerte, személyiségi okokra való hivatkozással nem fogom a tévé előtt felolvasni ezt a levelet. Polgármesterasszonyt kértem személyesen is, hogy jelenjen meg, és búcsúzzon el a kartali lakosoktól, illetve meghívót is elküldtük a részére a testületi ülésre, nem kívánt ezen részt venni. Én nem kívánnak ehhez többet hozzáfűzni, én kívánom, megköszönöm egyrészt a Kartal lakosainak nevében, illetve a képviselőtestület nevében is a polgármesterasszony eddigi munkáját, sok egészséget, sok sikert kívánok az elkövetkező évekhez. Remélem, hogy jó szívvel emlékszik azért Kartalra. Köszönjük szépen neki. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, bárki szeretne ehhez hozzáfűzni. Igen, Bognár László képviselőtársam. Köszönöm, csak egy árnyalatbeli kiigazítás, mert amikor a Katikának a leveléből idéztél, akkor lényegében a választ is megadta. Úgy vezetted be a napirendi pontot, hogy a testület a múltkor elfogadta. Tudomásul vettük. Így van. Ennyi. Köszönöm, igen, mert azért van közöttek. Jó, oké. Köszönöm szépen a kiigazítást. Tudomásul vettük, hogyha így akkor jobb. Mert nem szavaztunk volna. Nem is kell, hogy szavazzunk, azt hiszen mondom, a törvény szerint, az önkormányzati törvény szerint erről nem kell szavazni, csak tájékoztató. Az önkormányzati törvény egyértelműen kimondja, hogy nem kell róla a képviselőtestületnek szavazni, hanem egyszerűen csak el kell fogadni, vagy tudomásul venni, tehát lehet így a szavakat máshogy is mondani, de szavazni nem kell róla. Bárkinek bármilyen hozzáfűzése ezen kívül esetleg. Köszönöm szépen.
megkérem akkor a jegyzőasszonyt, hogy pontosan azért, hogy a kartaliak nem Endemondából, hanem közvetlenül a képviselőtestülettől tévé előtt tájékozódjanak, illetve tudják magát a választás menetét, a technikai lebonyolítást, annak gyakorlatát, időpontokat. Jegyzőasszony tájékoztatni fog a pontos menetről, és így a kartaliak is tudni fogják a szükséges időpontok, illetve a hivatalnak a teendőit is. Köszönöm szépen. A időközi választásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény és a választási eljárásról szóló törvény rendelkezik. Ahogyan az előző napi rendi pontban alpolgármester asszony ismertette, a polgármesteri tisztség megszűnik a tisztségről történő lemondással. A helyi önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 50-es törvény alapján, amennyiben az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, akkor időközi választást kell kiírni. A választási eljárásról szóló 2013. évi 36-os törvény az időközi választásra vonatkozó szabályokat pontosan meghatározza. Itt a képviselők, illetve a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A helyi választási bizottságot a képviselő testület mindig a országgyűlési képviselő választások előtt választja meg, a mandátuma a következő országgyűlési képviselő választások kiírásáig tart, tehát Kartal településen a választási bizottság működik. Nekik a joguk kitűzni ezt az időközi választást, ők fogják meghatározni a választás napját. Az eljárási törvény azt mondja, hogy az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre kell kitűzniük. Ez azt jelenti, hogy szeptember-október hónapra várható ez a kitűzés. Az eljárási törvénynek vannak még néhány ettől finomító szabálya is. Ezt úgy rendelkezik, hogy úgy kell kitűzni a választást, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 80. és 100. nap közé essen. További szabály az, hogy a szavazást vasárnap kell megtartani, és ez a szavazás napja nem eshet a munkatörvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét vagy pünkösd vasárnapra. Nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati képviselők, illetve a polgármesterek időközi választását a önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének április első napja, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján. Ez ugye majd 2019-ben várható, ez a szabály ránk nem vonatkozik. A településünkön 6 szavazókör működik, ebből 3 az alsó tagozatos általános iskolában, 3 pedig a felső tagozatos általános iskolában. Mind a 6 szavazókörben a szavazatszámláló bizottságot a testület a helyi önkormányzati képviselők választása előtt megválasztotta, az ő mandátumuk is folyamatosan él a következő helyi általános választásokig, akkor fognak csak ott a választási bizottsági tagok megváltozni, hogyha a jelöltekkel valamilyen összeférhetetlenség alakulna ki, valamilyen rokoni kapcsolat alakulna ki. Tehát a választás napjával kapcsolatosan pontos dátumot nem tudok mondani, hiszen majd az a választási bizottság döntése lesz, ők fogják ezt a napot meghatározni. A lemondás a mai napon vált, ugye 15-ével vált jogerőssé, és a választási bizottságot, majd a választási bizottság elnöke ettől a naptól számított 30 napon belülre kell összehívni. Akkor fogják eldönteni a időközi választás napját.
Egyenlőre úgy gondoltam, hogy ezek nagy vonalakban a választás szabályai, hogyha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Szarvas Csaba. Hozzáfűzni szeretnék, nem kérdezni, és a félreértések elkerülése véget. Csak polgármester választás lesz, ezt inkább ugye a nézőknek mondanám, mert volt belőle félreértés, hogy most képviselők is mindenkit választani kell, nem. A képviselő testület marad, és csak polgármesteri választás lesz. Köszönöm. Igen. Monika. Köszönöm, még abban kérnék egy kis tájékoztatást, mert nyilván mennek a hírek a faluban, tehát ezt már többen szájhagyomány útján tudták a lemondást, és ennek kapcsán érkeznek olyan kérdések, hogy mi az az időpont, amikor ki fog derülni, hogy kik indulnak a polgármester választáson jelöltként. Körülbelül hónapra esetleg jegyzőasszony tudná nekem abban segíteni. A választási eljárási törvény szabályozza azoknak a határidőknek a meghatározását, ami itt a jelölt ajánlás végét jelenti, illetve a jelöltek nyilvántartásba vételét. Hát ugye ez mind attól függ, hogy mikorra lesz az időközi választás kiírva. És onnan fogjuk visszaszámolni ezeket a napokat. Hát szerintem olyan augusztusra várható, amikor már a jelölteket nyilvántartásba tudja venni a választási bizottság. Köszönöm szépen. Jó, egyéb hozzászólás? Jó, akkor én annyit tennék még hozzá, hogy a hivatal dolgozóival is egyeztettem. Nagyon sok munka fog rájuk nehezedni az elkövetkező időszakban. Egyrészt azért, mert várhatóan lesz egy népszavazás, illetve lesz egy időközi választás is kartalom. Nem titkolt szándékunk, és nagyon reméljük, hogy az elkövetkező egy hónapban, tehát július 15-ig köztársasági elnök úr meghatározza a népszavazás időpontját, abban az esetben egy napra is tudjuk akár tenni az időközi választást. Ezzel nem csak időt, munkát, energiát fogunk megspórolni, hanem lényeges, tehát jelentős pénzösszeget. Egy időközi választásnak a költsége 1,5-2 millió forintot is fel tud emészteni, tehát nem mindegy, hogy ez a költségvetésünket érinti vagy sem. Ha nem lesz szerencség, és július 15-ig nem kerül kiírásra a népszavazás, akkor sajnos nagy valószínűséggel két szavazás is lesz kartalom. Dolgozóknak rengeteget, a hivatal dolgozóinak ez rengeteg munkát fog okozni, de én kértem az ő segítségüket, együttműködésüket, én úgy gondolom, hogy meg fogják tudni csinálni, és zavartalanul fog működni. Amit még szeretnék kérni, ugye Mónika itt említette, hogy jelölteket. A jelöltekkel kapcsolatosan ugye itt azért már július vége, augusztus elején itt hivatalosak lesznek a jelöltek. Mennek a találgatások, mennek a kampányok, mennek a lobbizások. Ez egy természetes dolog, minden esetben, akár országgyűlési, akár helyi választásról beszélünk, azt hiszem, hogy ez egy természetes dolog. Én megkérek mindenkit, hogy aki érez magába ambíciót, számtalan fiatal van, az nyugodtan induljon. Viszont megkérem arra a jelölteket, hogy Kartalra figyelemmel, Kartal lakosaira figyelemmel, tekintettel ez egy sportszerű, tiszta, mocskolódásmentes kampány legyen. Ne saját magukért, hanem pontosan azért, mert a kartali lakosok ezt megérdemlik. Tehát ezt a települést ne járassuk le, a Galga mentén Kartal mindig is egy elismert település volt, az itteni lakók becsületesek, tisztességesek, ehhez mérten egy sportszerű választást kérek a jelöltektől. És sok sikert kívánok természetesen nekik a választáshoz. Hogyha nincs, igen, Karcsó Tibor. Közben az elejével én vitatkoznék. Igen. Én úgy gondolom, hogy a kartali emberek meg a nagyközség megérdemli azt, hogy külön kezeljük ezt a választást. Én nem tartanám szerencsésnek, hogyha a úgymond bevándorlási politikával kapcsolatban összekeverni. Úgy vagyok vele, hogy ez a pozíció aránylag én szerintem egy komoly embert is igényel, és akkor már ne keverjük össze kettőt, egymáshoz talán semmi köze nincs. Karatlan meg azért majdnem 6000 lakosú falu, hát azért az a 2 millió forint esetleg plusz költség, én úgy gondolom nem veri főző az a falu, és a polgármester választás én szerintem legyen egy külön téma a másik választástól. Többi képviselőtársam. A hátsó felében egyetértek. Jó, köszönöm szépen. Esetleg hozzászólás, Mónika? Én mindenképpen támogatom a közös választást, hogyha van rá lehetőség. Azt gondolom, hogy ha csak azt nézzük, hogy
nyilván a művelődési és szociális bizottság elnökeként van arra rálátásom, hogy milyen összegű és milyen mennyiségű segélykérelmek érkeznek, hogyha csak segélyekre tudnánk szétosztani ezt az összeget, akkor is elég sokan tudnának belőle részesülni. Természetesen nyilván ezen felül még egy csomó más célra lehetne fordítani, de 2 millió forint, én azt gondolom, hogy igenis nagy összeg, attól függetlenül, hogy egy napra tűzzük a két választást, senkit nem kötelezünk arra, hogy mind a két kérdésben szavazzon, de ilyen összegnél én azt gondolom, hogy ha tudunk ezzel költséget spórolni, akkor azt meg kell tennünk. Jó, köszönöm szépen mindkét hozzászólást. Én úgy gondolom, hogy mindkét képviselőtársamnak igaza van, tehát van ennek előnye is, van ennek hátránya is. A választási bizottság akkor ezt meg fogja határozni, ugye? Meg fogja fontolni. Biztos, hogy átgondolják és meg fogják az időközi választás napját kitűzni, hogy az megfelelő legyen. Jó. Költségekről nem szóltam, esetleg igen? Azzal kiegészítsem a tájékoztatást, hogy a országos népszavazás költségeit az állam viseli, tehát abban Kartalnak nem kell részesedést vállalnia. Az időközi választás költségei viszont teljesen a település költségeit képezik, hogyha a két választás egy napon lenne, akkor is nekünk még lenne egy plusz költségünk, hiszen a névjegyzéket, a szavazólapokat azt külön kell kinyomtatnunk. Tehát az államköltség az is a mi pénzünk, ugye ezt nem kell úgy felfesteni, hogy ingyen lenne. Az is az ország meg a lakosoknak a pénze, csak más csomagban van. Úgyhogy én ezzel nem értem. Részben igen, mert az a nagy költségvetés a nagy büdzsébe van benne, ez meg a kicsibe, ez a mi büdzsénk. Tehát nem mindegy. Hogyne, az adófizetőknek a pénze valóban, de ugye mi nem a nagy büdzséből, hanem a kicsiből, tehát a sajátunkból gazdálkodunk. De mondom, tehát mindkét képviselőtársammal egyetértek, szerintem fontolóra veszi ezt a választási bizottság, és akkor annak megfelelően dönt az időpontról. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan megint csak nem kell szavaznunk, mert hogy ez egy tájékoztatás volt, hogyha nincs több hozzászólás, akkor áttérnék a harmadik napi rendi pontra. Jó? Harmadik napi rendi pont. Kartali Közös Önkormányzati Hivatalban klíma felszerelésére érkezett árajánlatok megtárgyalása. Azért is mertem behozni a képviselőtestület elé, illetve kértem ajánlatokat klímával kapcsolatosan, mert ugye, mint ahogy a polgármester asszony lemondott, és azért csak megnőttek itt a feladatok, az előző évekből okulva, amikor hőségriadót kellett elrendelni a hivatalban, nagyon rossz a hőszigetelése, és sajnos 20-25 foknál már nagyon meleg van. Tehát akár a lakosoknak, akár a hivatal dolgozóknak képtelenség ezekben az irodákban dolgozni. Na most... Egyrészt likvidek vagyunk, másrészt a költségeket tekintve visszaszorítottuk a költségeket optimalizáltuk, tehát ki fogjuk tudni gazdálkodni. Nem a zavartalan működés, ez a klímának a beruházása nem fogja érinteni. Ugye, amit az emlőbb is említettem, lesz egy népszavazás, lesz egy időközi választás. A hivatal dolgozóit kértem, hogy a nyári szabadságolást is úgy próbálják megoldani, hogy ezek mind zavartalanul tudjanak működni. Tehát én nagyon számítok az ő segítségükre, annál is inkább, mert mivel nincs polgármesterünk, az elkövetkező 3-4 hónapban jegyzőasszony segítségével is a hivatal dolgozóinak a segítségével, illetve a képviselőtársaim segítségével kell vinnünk polgármester nélkül ezt a falut. Szeretnék nekik egy komfortos légkört biztosítani, nem csak a dolgozóknak, ugyanúgy a lakosságnak. Évek óta ez be van tervezve a költségvetésbe, eddig keret nem volt rá, én most bátorkodtam ezt elétek hozni, képviselőtestület elé hozni. A pénzügyi bizottság, én úgy tudom, hogy tárgyalta. Megkérem Langa Gábort, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a döntésüket. Köszönöm szépen. Itt 3 árajánlat érkezett be, és a pénzügyi bizottság a Benner Klíma Kft.-t javasolja, ugyanis az ő ajánlatuk volt a legkidolgozottabb és a legolcsóbb. Jó. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy esetleg van-e hozzászólás. Attila? Igen, én is ezt támogatom, a Benner Féle Klíma Kft.-nek a... kidolgozását. Én még ez mellett a Polar 35 SA A típusú készüléket átnéztem, mert még az olcsó volt. Én a Nagy Gábor urat még fölhívtam, hogy mondja el, hogy
miért gondolja, hogy jobb és olcsóbb a drágább? Úgy legjobb megfogalmazás talán ez, és hatékonyan elmondta, amikor üzemelésbe kerül a berendezés, akkor 30%-kal tudja csökkenteni az a fogyasztást, magyarán a energiafogyasztásunkat. Ezzel engemet teljes egészében meggyőzött, a zajszint csökkentése decibelbe mérve sokkal alacsonyabb, mint a másiké, holott olcsóbb, valóban, mint a másik. Igen, és összességében még itt lehetne azon gondolkodni, hogy helységeket kihagyjuk, de hogyha már egyszer dolgozunk vele, akkor egybe csináljuk meg az összeset. Ebben maradtunk a pénzügyi bizottságin is. Én kérem a többi társamat is, hogy fogadjuk el ezt a Benner-féle Kft.-nek a klíma szerelését. Egyéb hozzászólás? Jó, még annyit hagy fűzzek hozzá, hogy nagy örömünkre szolgál. Feltehetőleg a kormánynak a intézkedése miatt, a csok bevezetése miatt is, illetve a fiataloknak megnőtt a kedve a házasságkötéshez, aminek nagyon örülünk, tehát egyre több házasolandó pár használja a házasságkötő termünket, tehát nekik se lesz mindegy, hogy egy klimatizált helyiségben mondhatják ki a boldogító igent, meg a dolgozóknak, és én meg szeretném megköszönni a még bár nem szavaztunk, de én előre szeretném azért megköszönni a hivatal dolgozói nevében is, hogy a képviselőtestület ezzel is kifejezi, hogy bízik az ő munkájukba, és elismeri az ő munkájukat. És most tenném fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Benner Kft.-től megrendeljük a klímaberendezést, illetve a felszerelését, az kérem, szavazzon. Jó, köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igennel elfogadtuk. Negyedik napi rendi pont, tájékoztatás a két ülés közötti történt intézkedésekről. Isten igazából itt nem a két ülés közötti intézkedések, hanem egy picit tágabb intervallumot fogok átölelni, pontosan azért, mert hogy volt két testületi ülésünk, volt rendkívüli ülésünk, de erről a tévénézők lakosság nem tájékozódhatott, hiszen nem volt tévé felvétel. Ezért egy picit most bővebb leszek, de igyekezni fogom, mert megígértem, hiszen EB van, sokkal lényeges dolgok, nagyobb dolgok történnek a nagyvilágban, tehát igyekezni fogok, gyorsan felsorolom, hogy milyen események történtek. Ami rendkívül fontos, sportegyesület defibrillátor készülékre pályázott és nyert. Ez a Régió Plus TV-n készült egy felvétel, és a TV folyamatosan sugározta. Kartalo jelen pillanatban nincs defibrillátor készülék. Nem csak a gyerekeknek, hanem a sportegyesülettől kezdve a felnőtteknek is egy nagy dolog ez. Én javaslom a lakosoknak, hogy nézzék meg ezt a felvételt YouTube-on vagy egyéb csatornákon, érdemes. A bölcsőde mögötti részen május 21-22-én gyereknap került megrendezésre. Ezt a gyereknapot nem mi rendeztük, mi bérleti díjat kaptunk ezért. Illetve ugyanezeken a napon a piac téren egy cirkusz szórakoztatta a gyerekeket, ahová az óvodások, bölcsődések ingyen jegyet kaphattak. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a piac teret körbe fogja keríteni, ezzel is az ott játszó gyerekeket védve, nehogy baleset legyen, megvédve akár az autósokat, hogy ne kelljen a kormányt elkapni, hogy egy alabda kigurul, megvédve az ott játszó gyerekeket. Tehát, hogyha a lakosok azt látják, hogy ott oszlopokat betonoznak le, az az miatt van, mert hogy körbe lesz kerítve, több bejárata lesz, Szarvas Csaba a közhasznúsakkal ezt elkezdte, illetve folytatni fogja ezeket a munkálatokat. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos volt a képviselőtestületnek az ilyen irányú döntése. Rákóczi út, Bartók Béla úton bizonyára sokan szembesültek vele, hogy történt egy baleset, aminek következtében a busz megálló teljes egészében el kellett bontanunk. Ez a busz megálló most már elkészült. A biztosítóval folyamatosan egyeztettünk, még a biztosítási összeget nem kaptuk meg, rendőrségi jegyzőkönyv vagy fényképeket megküldtük, remélhetőleg minél hamarabb megkapjuk. Itt nagyon szeretném megköszönni a közhasznosoknak a munkáját, ezt teljes egészében saját kútfőből tudtuk megvalósítani. Május végén megemlékeztünk a pedagógusokról, és itt kérnék elnézést a pedagógusoktól, hogy külön ünnepséget a részükre nem rendeztünk, hanem csak egy ajándékkal
ellátogattunk az iskolába, illetve az óvodába, de természetesen elismerjük az ő munkájukat is, tudjuk a munkájuknak, nem is inkább úgy mondanám, nem is munkájuk, hanem a hivatásuknak a jelentőségét, és ezt megköszöntük, elmentünk versekre természetesen ugyanúgy, mint a Kartali iskolába, hiszen közös önkormányzatként működik Kartal. Május végén ünnepeltük a Hősök napját. A Hősök napja az Úrnapjával esett egy időbe, illetve a gyereknappal. Esti szentmise után az emlékműnél történt a megemlékezés. Nagyon sokan részt vettek. Én köszönöm a résztvevőknek, hogy ott voltak. Remélem, hogy a következő években a létszám még csak gyarapodni fog. Nagyon fontos megemlítenem, hogy az iskolában május hó folyamán átadásra került egy pavilon. És itt kiemelném Bózásné Viktóriának a munkáját, segítségét. Én úgy gondolom, hogy nélküle az ő munkája, az ő lobbizása nélkül, hogy pénz gyűjtött a vállalkozóknál, illetve megszervezte az egész munkát, nem jöhetett volna létre ez a kültéri pavilon. Ez egyrészt iskolai órákat tudnak tartani ott a pedagógusok, másrészt délután foglalkozásokat. Meg lehet nézni, nagyon szép pavilon, ennek megtörtént az átadása, és én úgy tudom, hogy az iskolá, az alsótagozatos iskolába is szeretnének a szülők egy ilyet létrehozni. Búzás Viki példamutatóan jár elő ebbe a társadalmi szerepvállalásba, és én tévén keresztül is köszönöm neki. Remélem, hogy a továbbiakban is ugyanúgy elő fog ebbe járni, és lesznek szülők ugyanúgy, akik a gyerekek érdekében hasonlóan fognak önfeláldozóan segíteni, és fejleszteni, szépíteni Kartalt. A Petőfi Baross út sarkánál, hogyha látták a kartaliak, akkor ki volt téve egy közlekedési tükör. Ez kicsinek bizonyult, ezért Szarvas Csabával úgy beszéltük meg, hogy rendelünk egy egyméteres átmérőjűt. Ez az egyméteres átmérőjű tükör már felszerelésre került, lényegesen jobban belátható a kereszteződés, tehát reméljük, hogy a baleseteket így ezáltal el tudjuk kerülni. Szeretnénk körzeti megbízottat Kartalra. Ez ügyben már intézkedtük, reméljük, hogy sikerülni fog. A képviselőtestület hozott egy határozatot, miszerint ebben az évben, lehetőleg még ugye nyáron, július-augusztusban, a Bölcsöde mögötti récen játszóteret szeretne kialakítani, illetve a meglevő játszóteret felújítani. Az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hétben 4 pályázat került leadásra az önkormányzat részéről. Az egyik pályázat a művelődési ház felújítása, korszerűsítése, másik pályázat az óvoda felújítása, korszerűsítése, útaszfaltozás, illetve műfüves pálya létrehozása a sportpályán. És akkor itt megállnék egy pár pillanatra, mert ugyanúgy, ahogy a Búzás Vikit megemlítettem, én nagyon fontosnak tartom, hogy mondjuk ki ezeknek az embereknek a nevét, mert idejüket áldozzák fel, energiájukat, pénzt nem kímélve, valóban Kartal érdekeit képviselik. A műfüves pálya, vagyis a sportpálya ugye jelen pillanatban az önkormányzat tulajdona. Mint a tudják, a kartali lakosok ezt a sportpályát hosszú távra kiadtuk a sportegyesületnek. Azért történt bérbe a kiadás, mert hogy az önkormányzat sem szakmailag, sem anyagilag nem tudja finanszírozni ennek a felújítását, illetve a sportnak a felfuttatását. A sportegyesületben olyan tagok vannak, olyan tagok léptek be, akik szívügyüknek tartják magát a sportot. Az ő együttműködésükkel és az ő segítségükkel sikerült a műfüves pályára pályázatot benyújtani, és itt most mondanék pár nevet. A sportegyesület elnöke Urbán Gábor, azon kívül idősebb Száraz Zoltán és ifjú Száraz Zoltán szervezésével a Richard Fritz felajánlásából a TAO-ba rengeteg pénz, nem mondhatok összeget, került befizetésre. Ezt szeretnénk megpályázni. Külön köszönet Lakatos Domonkos ügyvezető igazgatónak és Pintés Zoltán pénzügyi vezetőnek. A sportpályán, hogyha lakók elmennek, látják, hogy mennyi felújítás történik. Urbán Csaba gépészet öntözőrendszerbe segített, Balaton Otto és Gyurkovics István a földmunkába,
Száraz Árpád és Száraz Tamás a földmunkához munkagépet biztosított, Langa Gábor építőanyagot, Nagy Péter a villanyszerelési munkákba segítkezik, Lados Attila kis traktorral végzi a munkákat, Nagy Attila építészeti munkákat, Kalcsó Tibor, Lados László, Ács László akácoszlop felajánlásával járult hozzá, Kovács Róbert vasanyag felajánlással, Lados József teherautóval járult hozzá, hogy a sportpálya szebb és jobb legyen. Tehát meg szeretném egy picit azokat a híreszteléseket előzni, amik itt a karteli lakosoknál van, ezt nem csak úgy szívességből adtuk ki a sportegyesületnek. Tehát mi kihasználjuk a sportegyesületet, az ő szakmaiságukat, az ő pénzüket, az ő kapcsolatrendszerüket. Ebből mi nagyon nagy hozadékot fogunk hozni, hiszen amit ezek az emberek ingyen munkával, géppel biztosítanak ott, az mind az önkormányzat tulajdona. A műfüves pálya, amit intéz a sportegyesület, a Richard Fritzen keresztül az összeget, stb. Ez mind a sportegyesületnek a kapcsolata. Ez mind az önkormányzat tulajdonába fog maradni. Tehát mielőtt bármelyik lakos azt gondolná, hogy mi csak úgy osztogatjuk itt a területeket, ez nem így történik, mi kőkeményen kihasználjuk a sportegyesületet annak érdekében, hogy Kartalon a sportélet fellendüljön, és egy korszerűbb, fejlettebb sportpályán tudjanak a gyerekek, illetve a felnőttek sportolni. A sportegyesület ebbe partner, tehát ők hagyják is, hogy mi kihasználjuk, és szeretnék is. Tehát köszönjük szépen a sportegyesületnek, és köszönjük szépen az egyesület tagjainak, hogy munkájukkal, energiákkal ezzel befektették. Ami lényeges, június 1-én ugye tavaly történt egy beruházás, a lámpatestek korszerűsítése, a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan. Nem történt meg a bejárás még, nem lett átadva maga a beruházás, ezért június 1-én összeültünk az EMASZ vezetőivel, gazdasági vezetővel, műszaki főmunkatárssal, és átbeszéltük a hiányzó dolgokat, illetve kimentünk és személyesen megnéztük, hogy mik a hiányzó, azok a hiányzó elemek, amiket még pótolniuk kellene. Olyannyira partnere volt az EMASZ, hogy az alábbi munkákat fogják elvégezni az elkövetkező időszakban. A sportpályán a Kinizsi út részén végig 24 wattos elektronikus kompakt fénycsöbet fognak felszerelni, a Rákóczi úton pedig a sportpálya felé bevilágítva szintén egy lámpatesten fognak felszerelni. Mindezt azért, hogy éjszaka is látszódjon, hogy ki van ott, ne legyen az, hogy a gyerekek ott randalírozzanak, vagy bármi egyéb más történjen. A Deák Ferenc utca, illetve a Rákóczi sarkon, Rákóczi Ferenc út sarkán 2 méteres lámpakar kerül felszerelésre, ezzel teljes mértékben a kereszteződésbe lesz világítva. A Rákóczi, és itt említeném meg, hogy ugye itt van a Pékség, tehát rendkívül nagy ott az autós forgalom, gyalogos forgalom, tehát ott eddig is szerencsénk volt, hogy nem történt baleset. A Rákóczi Bartók utca sarkán szintén 2 méteres lámpakar kerül felszerelésre, és azon lesz a lámpatest, tehát ott is teljes bevilágítás lesz. A Béke úton sűrítést fog az EMASZ elvégezni, ez azt jelenti, hogy a Béke utcát teljes mértékben végigjártuk, ott, ahol nincsenek, azokon az oszlopokon, ahol nincsenek lámpatestek, oda lámpatestek kerülnek felszerelésre, ezek a lámpatestek ledesek lesznek, a ledes lámpatestek több mint 40 ezer forint darabja, plusz a karral együtt 50 ezer forint fölötti összegről beszélünk. Ez mind az EMASZ fogja adni, tehát ez megint csak plusz grátis az lesz az EMASZ-tól. Tehát teljes sűrítés lesz. Deák Ferenc utca, szintén sűrítés fog történni. Több lámpaoszlopon nincsen lámpatest. Az EMASZ részéről ennek is kértük a sűrítését. Iskola út, Kinizsi sarok. Ledes lámpatest kerül felszerelésre. Igazgatónőtől kaptam többször visszajelzést, hogy az iskola bejárata nincs megvilágítva. Ledes lámpával úgy gondolom, hogy ez meg lesz valósítva, egy hosszú lámpakarral a gyerekek már télen, már fél ötkor, ötkor, hogyha jönnek el foglalkozásról, sötét van, tehát meg fogja világítani nem csak ott az iskola bejáratát, hanem a parkolót is. Csokonai utca, inkább úgy mondom, hogy kisköz. Külön kértem, mivel az idősebbek is, és nagyon sokan használják a kisközt, templomba járásnál, stb.
hogy ott sűrítsék be az oszlopokon a lámpakarokat. Tehát végig ott is lámpákat fognak felszerelni. A Kun utcában nagyon rossz a megvilágítás, évek óta próbáltuk az Émásszal leegyeztetni, hogy az összes oszlopra tegyen fel lámpát, itt is sűrítés lesz. Ami a Szőlő utca végén nincsen oszlop. Jelen pillanatban az Émásszal tárgyalunk, szeretnénk egy oszlopot kitenni, és oda is lámpatestet. Aminek nagyon örülök, hogy a Kun utca, illetve a Császár utcát összekötő, nem tudom máshogy mondani, Kun köz, jelenleg teljes sötétségbe van borulva, évek óta, semmilyen mód lehetőség nincs. Az Émásszal megpróbáltam egyeztetni, évek, mire ott tervrajzot kapunk, engedélyeket kapunk, mi költségünk, oszlopot állítanak, tehát eszméletlen pénzbe kerül. Sikerült azt elérnünk, hogy az oszlopok tulajdonosa, a HRC Network Kft., akivel felvettem az ügyvezető igazgatóval a kapcsolatot, és sikerült elérni, hogy ő egy elvi engedélyt adjon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat ezekre az oszlopokra lámpatesteket szereljen fel. A HRC-nek az ügyvezetője holnapi napon fog jönni hozzám, mailben már megerősítette, hogy ezt az elvi engedélyt megadják a részükről, de holnapi nap írásba is fogja adni. Innentől kezdve az Émász erre a kis a Kun közre is lámpatesteket fog elhelyezni. Tehát végre meg fog az valósulni, hogy befektetés nélkül, finanszírozás nélkül, de meg lesznek a lámpatestek. Azon kívül az elmúlt napokban a Lehel utcából is megkeresés érkezett, hogy 5-6 lámpa, 5-6 oszlopon nem volt lámpatest. Polgármester asszonytól ígéretet kaptak, hogy lesz lámpatest. Nem tudok erről az ígéretről. Ennek ellenére megígértem nekik, hogy mindent megpróbálok elkövetni. A lámpatestet megpróbáljuk megszerezni, saját kútfőből megpróbáljuk felrakni. Mert hogy már az Émásszal a jegyzőkönyv lezártnak tekintendő, aláírtuk, tehát minden egyes héten nem fogom tudni őket berángatni az önkormányzathoz, és újabb jegyzőkönyvet csináltatni velük, illetve újabb kérésekkel bombázni az Émászt. Mindezt, amit most felsoroltam, ez körülbelül 2 millió forint összeg. Mivel a bejárás nem történt meg? Kértem az Émászt, hogy fájdalomdíjként ezt kapja meg az önkormányzat, tehát ez gratis, sem a ledes lámpatestekért, sem a munkáért, sem a kiszállásért, egy forintot nem kell fizetni az önkormányzatnak, tehát teljes mértékben a partnerek, és ez meg lesz valósítva, a határidő június 30-a. Amikor június 30-án megvalósították, személyesen fogjuk körbejárni, átvenni a beruházást, és a teljesítés igazolás akkor lesz aláírva. Nagyon fontos. Elnézést, hogy még közösszólok, a Könyves Kálmán utca is kimaradt. Ott is minden oszlopon, minden második lámpatest van fönn csak, minden második oszlopon. Azt is meg kellene ott csinálni. Mint említettem, ez az egész ajándék. Tehát grátisba kapjuk. Nem, tehát ezekért nekünk már fizetni kellene. Ez a tavalyi szerződésünkben egyik sem volt benne. Hogy is mondjam, nem szeretnék telhetetlen lenni az Émásszal, tehát ez világos, persze. Én így is nagyon örülök neki, hogy ennyit sikerült kilobbiznunk. Az biztos, hogy a következő időszakban is kérni fogjuk a rekonstrukciót, és megyünk utcáról utcára, és az esetleges hiányosságokat, például időközben merült fel, és elfelejtettem magam is, hogy a temetőnél is kellene plusz lámpatest és jobb megvilágítás. Tehát lobbizni fogok továbbiakban is, hogy a hiányzó felújítások megtörténjenek, csak az a nem mindegy, hogy ez saját forrásból fog megtörténni, vagy az Émász saját finanszírozásából, saját költségén megcsinálja. Tehát evidenciába fogom tartani Attila ezt is, illetve a temetőt is, és rajta leszünk egy következő alkalommal. Jó? Megígérem, hogy még az idén. Igen. 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 Mondtad, hogy holnap jön a Kábel TV-nek az igazgatója. Igen, így van. Meg lehetne talán neki említeni. Tegnap este 10 órakor volt egy perc kimaradás, eltűnt a Kábel TV, áram visszajött, és nagyon sokáig szinte, mondjuk aki meccset, én is azt akartam nézni, második fél időt nem tudtuk nézni, de semmilyen csatorna nem működött, és fölhívtam a hölgyikét, nagy nehezen elértem is,
kérdeztem, hogy ilyenkor az urak lennének, visszafelé számláznak, mert én kifizetem egy hónapra a szolgáltatást, és hogyha fél órát, egy órát, vagy több órát nem, akkor hát csak 5 forintot számol vissza, de legalább a gesztus meg lenne bennünk. És azt mondta, hogy ő erről nem tett, nyilvánvaló, hogy telefonos, hogy nem, de hogyha jön az úr, esetleg meg lehet kérdezni, jó, hogy miért vannak ezek a dolgok. Köszönöm. Jó, rá fogok kérdezni. Mónika? Ha már HFC Network, akkor én még arra gondoltam, hogy ha már úgyis jön az úr, és úgyis egyeztetünk vele, és ötletelésnél tartunk, akkor esetleg fel lehetne neki vetni, hogy igazából most már majdnem minden településen az internet, illetve a kábel-TV szolgáltatók segítenek olyan módon a településnek, hogy ilyen wifi hotspotokat telepítenek. Akár a Petőfi téren, ahol ugye nagyon sokan megfordulnak, délután ott töltik a gyerekek az idejüket. Ha esetleg a költségvetésükbe beleférne, akkor megköszönném, ha egy ilyesmiért tudnánk lobbizni. Jó, mindenképpen. Vagy az iskola környékén, tehát bárhol, ahol azt gondolom, hogy ez hasznos lehet. Igen. Nem titkolt szándékom, hogy lobbizzunk. Köszönöm. Jó. Én is köszönöm. És ha már a szolgáltatónál tartunk, legközelebbi testületre már részletesebben tudok mondani, más szolgáltatóval is leültem tárgyalni. Meg fogom hallgatni holnap a HFC-nek a ajánlatát, illetve hogy miről szeretne egyeztetni velem, vagy mibe tudunk egyezkedni. Más szolgáltatóval is már elkezdtem tárgyalni, azt a képviselőtestület elé fogom hozni, illetve amivel kapcsolatosan elkezdtem tárgyalni, a külső térfigyelő rendszernek a kiépítése, és ott is teljes mértékben azért lobbizok, hogy minimális befektetésből, mondhatni úgy, hogy 10-20%-ból meg tudjuk úszni az önkormányzat, és a többit egy vállalkozó vállalja úgy, ahogy van magára. Tehát nem azt szeretném, hogy az önkormányzat fizesse a külső térfigyelő rendszert, hanem kőkeményen lobbizok azért, hogy egy külsős cég elfogadja a mi kérésünket, és saját erőből ő megcsinálja. És úgy néz ki, hogy sinem vagyunk, de mondom, részletesen ebből majd későbbiekben fogok majd akkor beszámolni, akkor, amikor már döntés is van róla, és valóban meg tudtunk egyezni. Még egy-két percig kérem csak a türelmet. Ha már neveket említettem, Mackó János nevét szeretném megemlíteni. És ezt most megint csak azért, mert hogy gázszolgáltatót váltott Karttal. Jelen pillanatban a MOL lányvállalatán az E2 Hungary ZRT-vel kötöttünk szerződést. Az iskola kivételével az összes intézmény ehhez a leánycéghez tartozik innentől kezdve. Ezzel az önkormányzat körülbelül 1,5-2 millió forintot fog megtakarítani. Mackó János nevét azért említem, mert János megkereste Mónikát, és Mónikán keresztül le tudtunk ülni és egyeztetni. János eljött a testületülésre, és az ő szakmai tudását felajánlva tudott a képviselőtestület is egy megalapozott döntést hozni a jövőben. És most kimondottan, de ugyanúgy említhetném a hangtechnikai berendezést, ahol megint csak ugye képviselőtestület, illetve hivatal dolgozói között nincs szakember hangtechnikával kapcsolatosan. És meg szeretném említeni Cserpeli Balázsnak, illetve Vég Dánielnek a szakmai munkáját, illetve azt az időbefektetést, amit rászánt az önkormányzatra, társadalmi munkába természetesen. És most folyamatosan csak azért emlegetek neveket, hogy egyrészt megköszönjem magam nevébe és a testület nevébe, másrészt összönözzem a karteliakat. Nyugodtan tessenek felhívni minket. Ha nem engem, jegyzőasszony, bármelyik képviselőt, ahogy a Mónikát felhívta a János, bármelyik képviselőt, aki szimpatikus, tessenek elmondani az ötleteiket, véleményüket, a segítségüket, nagyon várjuk. Nincs akkora apparátusunk, hogy minden egyes területen legyen szakemberünk. Ahhoz, hogy felelősségteljes döntéseket tudjunk hozni, nekünk szükség van a karteli lakosokra, az ő szakmai tudásukra. Tessenek szólni, mi meg fogjuk köszönni ezt a segítséget. Tovább mennék. Az iskola esetén a Magyar Államszolgáltató ZRT-vel van fennálló szerződésünk. Ezt a Mónika segített ennek a szerződésnek az átnézésében, mert hogy itt is közel 2 millió forintot tudnánk spórolni, hogyha megbontanánk ezt, felmondanánk ezt a szerződést. Mónika segített átnézni a szerződést, hogy van erre mód vagy lehetőség. Én a MÁSZ-nak írtam egy levelet, hogy abban az esetben, ha nem tudnak egy jobb árajánlatot küldeni nekünk, akkor sajnos élni fogunk ezzel a lehetőséggel, és más szolgáltatóhoz fogunk menni. Várom tőlük a hivatalos levelet. Az óvoda esetében az intézményvezető asszony egy nagyon hosszú listát nyújtott be a képviselőtestület felé, ahol felújítási, karbantartási munkálatokat kell végezni. A legfontosabb
felújítási munka, van egy ablak az óvodába, amit azonnal ki kell cserélni. Ezt az ablakot, csak tájékoztatlak, a képviselőtestületet megrendeltem, abban a pillanatban, hogy legyártják, beépítésre kerül. Tehát amit már az intézményvezető asszony itt a képviselőtestület elé tárt, hogy ez veszélyes, ezt a veszélyt el fogjuk hárítani, meg fogjuk szüntetni. A holnapi napon megtörténik a bejárás az óvodába, az összes munkát át fogjuk beszélni az óvodavezetőnővel, felújítási munkákat el fogjuk végezni, a nagy összegűekre természetesen várunk, illetve reméljük, hogy a pályázatot el fogjuk nyerni, és pályázati pénzből a felújítás korszerűsítést meg fogjuk tudni valósítani. EU-tudakozóval fennálló szerződésünket, ami évek óta fennáll, 60-70 ezer forint az éves díja, felmondtam. Teljesen fölöslegesnek tartom, semmi hasznát nem láttam. Vezetékes telefon jelen pillanatban nem a Vodafone-nál van, hanem az Invitelnél. Invitelnél. Rengeteg az előfizetési díjunk, nagyon nagy a percdíjunk. Kértem a Vodafone-tól ajánlatot, kértem a HFC-től ajánlatot. Ahogy meg lesz az ajánlat, ezt hozom elétek. A telefonnal kapcsolatosan hagyj említsem meg. Ugye kértétek már a múltkor, elnézést, letegeztem a képviselőtársaimat. Folytathatom tegeződve? Köszönöm szépen, ha nem tiszteletlenség. A múltkor kértétek tőlem, hogy mindenképpen jelezzük vissza az egyes költséghatékonyságot az egyes döntések után, mennyire volt az hatékony vagy sem a döntésetek. A telefon esetében 5 és 600 ezer körül volt a havi összeg mobiltelefonnál, amit fizettünk. Jelen pillanatban 100 ezer forintra redukálódott le ez a költség, tehát 4-500 ezer forinttal kevesebb a költsége az önkormányzatnak. Igaz, hogy jó páran nem jöttek át, nem hozták át a Vodafonehoz az előfizetésüket, megszüntették, de hogyha ezeket levonom, akkor is 3-400 ezre spóroltunk ezzel a döntéssel. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés lesz. Megrendeltünk sódert, nézek Szarvas Csabára, és cementet. És már el is kezdtük a járdalapot. És elkezdtük a járdalapok legyártását. Több kérelem érkezett, megpróbáljuk teljesíteni. Ugyanúgy, ahogy régen a lakosok bejöttek, vittek járdalapot, és nagyon szépen megcsinálták a házuk előtt. Én nem tudom, hogy mennyire fogunk ezzel tudni haladni, mert ugye a közhasznúsaknak egyéb munkájuk is van, amit el kell végezni a fűvágástól kezdve, stb. De nagyon remélem, hogy az Ibolya utcába nem tudjuk megvalósítani egyelőre még az aszfaltozást. Legalább járdalapokat tudunk biztosítani. Megpróbáljuk, aztán remélem, hogy minél előbb azt is meg tudjuk valósítani. És azt hiszem, a végére értem, és így a végénre mondanék egy nem annyira jó hírt. Elment egy olyan volt önkormányzati dolgozó, aki több cikluson keresztül is képviselőtestületi tag volt. Bognár József temetésén részt vesztünk, a családtól elbúcsúztunk, részvétünket fejeztük ki. Köszönjük szépen a családnak, meg most már köszönjük szépen Józsi bácsinak is az, hogy Kartalért dolgozott és tett. Bárkinek, hogyha van hozzá fűzni valója, hozzászólása, Mónika. Nekem lenne, én két dologgal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha már a köszöneteknél tartunk, amiket voltál kedves mindenkivel szemben előterjeszteni, én szeretném még egyszer kiemelni itt a pavilonnal, a sportegyesülettel kapcsolatban, hogy igen, valóban itt Búzás Viktóriának és egyéb szervezést vállaló személyeknek is igen nagy szerepe volt, de nagyon fontos, hogy a vállalkozók és a magánszemélyek is teljes erőbedobással odaálltak mind a két ügy mellé. Ugyanígy igaz ez a pavilonépítéssel kapcsolatban, jelentős összegű anyagi támogatással segítették a pavilonnak a létrehozását. Én nagyon örülök neki, hogy látjuk azt, hogy a vállalkozók igenis megmozdulnak jó ügy érdekében, gyerekek érdekében, sport érdekében, úgyhogy ezt külön is szeretném megköszönni, azt gondolom, az egész képviselőtestület nevében. Ez lett volna az egyik, amit szerettem volna felhozni. Illetve a másik, ami azt gondolom, hogy szintén egy fontos dolog, polgármester asszony hosszas ideje betegeskedett már. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy hosszú hónapok óta tudjuk azt,
amit szeretnék kiemelni itt a tévénézők előtt, a megjelentek előtt, hogy hosszú hónapok óta alpolgármester asszony az, aki a polgármesteri feladatokat viszi. Viszi ezt úgy, hogy egyébként egyszerre két munkahelyen kell helytállnia. Nyilván ez az ő pozíciója, de azt gondolom, hogy amikor valaki elindul és alpolgármesteri megbízást elfogadja, akkor nem feltétlenül arra gondol, hogy ez a munka ez azzal fog járni, hogy a teljes polgármesteri, most polgármesteri feladatokat a vállán kell vinnie. Úgyhogy én az eddigit is, illetve az ezt következő választási időszakig tartó igen hosszú időre vonatkozóan szeretném megköszönni külön is a kitartást, az odaadást és további jó munkát kívánok. Megpróbálom nem elsírni magam, nagyon szépen köszönöm. Egyéb hozzászólás? Hogyha nincs, akkor én megköszönöm a képviselőtestületnek a munkáját, megköszönöm a jelenlévőknek a figyelmét. Búcsúzom a karteli lakosoktól, búcsúzom a tévénézőktől, jó választást kívánok, és szép napot Önöknek. Viszontlátásra!